hármasítok most ezt. Jó lesz, egy-egy és akkor tényleg mennyi időben, aztán majd meg. Aztán még hónap, vagy hónap, utána majd meg jó lesz. Először, mikor vettem halt, mondja az Ágost, hogy nem ki meg tudsz volna. Én, mint Tisza mellett mellégi gyerek, nem tudom elképzelni, hogy halat nem ki meg tudsz volna, de tényleg semmi. Semmi pucolás nélkül megvett sikra. Próbáljuk az otthoni ízeket összehozni az itteni konyhába. Szerintem nem olyan rossz. Iskolába csináltam, most beállítottam úgy, ahogy az óra van, és akkor ezt meg úgy bírjuk forgatni. Ezt meg kapta apa. Apának Csengétől. I love my daddy, meg a mama. Meg to mom from Csengé. Anyának Csengétől. Itt meg I love you, mom. Én szeretlek téged, anya. Nem süt. Mi történt? Nem ízlik, ne. Nem áll. Ez finom. Nézd, készítem a szálkát. Ez finom. Ez finom, finom. Az ő dolgot kérsz? Igen? Igen. Egy kóstolj meg a halat is, jó? Jó. Nézd, tessék. Ez isteni. Mondtam, mert nagyon... Levét sem kóstolod? Miért? Tudod, hogy nem szeret. A levét? Ezt tudod, mi az? Az finom. Köszönöm. Magyar csalmítás, mi? Tudod, vegyes van eszek. Mit az, hogy vegyes sem? Mindent, nem nagyon eszek, mert mindent. Jaj, értem. Olyan hangsúllyal mondta, olyan megmondta, hogy melyik betűt ejtette hosszan, annak ellenére, hogy ugye rövid betűk voltak írva, vagy hogy akarom mondani, hogy nem volt dupla betű, meg semmi, hanem
Úgy azt, tehát úgy észrevettem, hogy nagyon kihangsúlyozta egyik másik szónál bizonyos betűket. De valószínű, hogy így is tanulták. Nem biztos. Nem is tudom, kicsoda ezt mondta, hogy milyen jó tisztán beszélni, amiket beszél. Jó, van nagyon sok, azt észrevettük, nagyon sokat elfelejtett. Egész nyáron nem. Nem hallotta, nem beszélt. Tűnik nem hallott semmit. Na jó, van egy kis angol alaptudása. Még van neki, hát most majd meglátjuk. Ez az otthoni rózsaszín. Beleragasztottam, de már nem bírtam ki, hogy visszarakjam, odaragasztottam. Ez a legjobb emléke, mikor voltam otthon a bíbor. Jaj. Ez a virág otthon, ami volt. Ezt tett meg a Regina rajzolta. Én meg ő. Le is fenképezte. Egy kutyát akartam, de lány lett. Ez meg egy virág. Itt már talán nem nagyon jó aludtam. Itt mindig olyan álmosak vagyunk. Ha korán kelünk, ha reggel kelünk, nagyon álmosak vagyunk. Otthon nagyon jó aludtunk. Itt nagyon álmosak vagyunk. Akkor nézem az anyák napját, akkor eszembe jutnak. Te... Nem nagyon jut eszembe. Ők nagyon jók. Az itteniek nem is nagyon. Mert hiányzik az otthon. Hiányzik mindenki. Majd otthon jó élünk. Tudom, itt máltál minden rossz. Otthon meg jó, már ott nyőltünk föl, ott születtünk. It's not good, you see? You cannot send it like that. You have to send them to PDF. Jó, először mit fogartam, ugye gondolkoztam jobban rajta, hogy hogy is, mint is fogjak hozzá, hogy az jó legyen, meg nézegettem ugye a mintát, hát jó, én ennyi kis dirig darabon nem csináltam, én azért próbáltam egy kicsit leegyszerűsíteni. És akkor így most már, mikor már sokadikat csinálom, így már nem olyan bonyolult, de jó, van, nem olyan egyszerű se.
Mit a költözni? Kibírom, hogy ne szakadjon le a kellem. Figyelj csak, engedd így. Lehet, hogy könnyed. Úgy. Bírod? Bírom. Csak úgy jól van, hogy tudom. Gyere, eljössz el. Nagyon jó, el van törvény a kényel a célnak kifele. Most itt szépen kakolászok egyik helyre, másik helyre. Amely, meg már tűntek. Kezded azzal, hogy az összes tűzeled. Mindegy, hogy mibe. Nézd csak. Keresj egy valami dobozkát. Ebben mi van? Ebben mi van? Ebben az ABC. Meg nem mind? Igen. Hát igen. Hát akkor szerintem ebbe. Jó? Oké. Okay. Az összes, mindenféle színes, minden. Oké? Okay? A gyurma minden mennyiségben mindenhol. Azt hagyom el a gombcsánggel. Te is? Szerinted ez mennyire jó ötlet? Hm? Miért? Miért? Az egész gyurma? Hát az el van dobva, úgy látom. Hm? Ezt meg kéne vigyázni. Ez mi? Engedj ide, légy szíves. Áú! Mondd, mi ide tetted? Mondta szépen, ki kell dobni. Ja, kivisszük. Azt jól teszed. Itt van a többi gyúrma. Tessék! Mondok, jól megfújt a fejem. Az a hajam, nem a fejem. Akkor a hajam. A fejem nem szúr. Nem baj, tartsd meg valahogy.
Hát, hogy ami könnyű, az abban lesz rakva. Azért már annyira nagy lett, hogy ha a súly nem lenne határ, vagy nem lenne súlyhatár, a 90 kiló belefér. Megisztem, kapunk kettőt olyan nagyon tartva. Azért az érzésért, hogy megérkeztek, ügyellek, de a többiek nem. Ez a költözködés, pokolászás, ez egy szörnyű dolog. Ezt annyiszor végigjátszottuk, hogy ez... Nem és nem mindig buksz egy csomót, mindig. Igen. Hát, nem is érdemes belegondolni. Mindenképpen menni akartam. És aki azt mondja, hogy ez csak kalandvágy, vagy nem tudom. Nem tudtam úgy elképzelni, hogy most ugyanúgy hétről hétre élek életem végéig. Igen. Mert nem próbáltam valami más. Igen. Most nem biztos, hogy azért, mert próbáltam, most akkor mennyivel jobb vagy. Mindennek megvan a nehézség. Most volt, akivel találkoztam régi osztálytársakkal, mit tudom, és akkor mondták, hogy már neked jó, már neked könnyen. Barátom, azt az első fél évet, egy évet, hogy végigcsinálod, mély vízbe, tényleg... nem biztos, hogy még egyszer belevágni. Tehát az nagyon kemény. Amikor nyelvtudás nélkül, minden nélkül elindulsz, és tényleg ott tűz az angolok között, vagy angol nyelvtörületen, mint a kutya. Én analaszosanítottam magam, mert a kutya is ugye itt van köztünk, de nem tudja, hogy mikor kiszól neki, és akkor csak figyel, tudod. És hogyha ezt nem tudod átélni, vagy nem tudod megélni, vagy nem tudod, hogy miről beszélek, mert amíg Magyarországon élsz, vagy magyar nyelvterületen, nem tudod elképzelni azt, hogy most valaki nem beszél magyarul. Most ha valaki nem beszél magyarul, és becsöppel egy magyar faluba, akkor ő, mint a sült hal, tudod. Na és ez vagy te, hogyha azt vállalod, hogy kimész, és aztán majd megtanulod a nyelvet, vagy... és ezt ha... Persze, nagyon sokan tudják, akik ezt próbálták, hogy miről beszélnek, de aki otthon van, és mondjuk soha nem hagyta el a megye határt, az nem nagyon nem biztos, hogy tudja, hogy ez mivel jár, meg mekkora áldozat. Mert tudod, hogy van egy kis pénzed, amit összeadtál... Az összes? Igen. De az is kicsit, persze. És tudod, hogy addig nyújtózhatsz. Tehát neked van mondjuk 5 heted, vagy valamennyi, nem tudom. Mert Angliában nagyon drága minden. Tehát ott a napjait ki van a számolva, és addig neked ott el kell indulni. Ha nem, akkor barátom, annyi pénzed legyen, hogy vegyesz a repülőjegyet, és akkor ugye azzal szembesülsz, hogy na otthon, mert én megmondtam, megpróbáltam. Ha letesz az asztalra valamit, akkor azt mondják, hogy ne menj el. Azt mondja, megbízható,
a jó munkás ember, tudod, az, az ritka. Az ritka. Mert aki tényleg jó végzi a munkáját, meg tudja magáról, hogy, hogy ő rá a cégnek nagyobb szüksége van, mint ő neki a cégre. Mert ugye az egy lehetőségek ország. Ott azért, ha te egy jó munkás vagy, el tudod adni magad jó, a jó értelemben, akkor, akkor te fogsz találni mást, máshol, lehet, hogy jobbat. Tehát te ezzel valahol vissza is élhetsz. Tehát úgy értem, hogy a főnököd is tudja ezt, hogy ha valami nem gömbölyű, akkor te tovább fogsz állni. Mert most már nincs az, hogy oké, itt Máltán, igen, 20-25 évig dolgoznak egy helyen, de én ezt én nem tudom, és elégedetlen. Tehát, hogyha én elégedett vagyok egy céggel, akkor az engem megfogott, ott motivál, és én ott maradok. De hogyha nem vagyok elégedett vele, mert nem becsülnek meg, nincs annyi pénzem, mit tudom én, körülmények ilyen, akkor könnyed. Miért maradok ott 25 évig? Hát, az meg jó a címnek. Hát, van munkás. Hát akkor menni kell tovább, barátom. Hát ez egyértelmű. Otthon akarok visszavonulni Magyarországon, de addig szeretném a lehetőségeket, ami mert az ember mindig hall információkat. Igen, tehát igen. Európában most már elég sok helyen vannak barátok, akikkel tartom a kapcsolatot, is, beszélek velük. Igen. És akkor az ember, nem csak Európában, itt-ott máshol is. Le, és most akkor elég sok felé, igen. Egyszer-egyszer az embernek beültetik a bogarat a fülébe, igen. Hogy aha. Nem és akkor gondolkodsz. Tehát valami, igen. Valami elkezdődik. És tehát igen, utána tehát az ember megtesz egy kis lépést, aztán egy nagyobbat, aztán egy nagyobbat, és aztán már tényleg... De ha jó felé, akkor miért ne? Ha jó felé, akkor miért ne? De ugye ezt nem tudtad volna, hogyha ha annak idején nincs benned az a... Nem tudom, minek nevezzem, mert a kalambágy az nem felé lesz. Az nincs meg az a készítés, hogy ki kell magad próbálni máshol is. Hogy az élet nem csak annyi, hogy most abba a faluba kell leélned, és akármi van, ott kell... Őszintén én a pénzért indultam el. Csak a pénz miatt. Mert amit otthon tettem, ez aztán nem volt elég. Úgy a hát most hogy mondjam, az otthoni talán megbecsülés, vagy nem is tudom. Ha kicsit azt mondták, hogy jó ember, jó, számítunk rád még, nem tudom, tessége, nem tudom, most mondok valami 10%, valahol, valami kis ösztönzés, ha lenne, de nincs. Itt az is elég volt, hogy azt mondták, hogy ránézett a munkavezető a munkámra, amit elvégeztem, hey, good job, ez polite, ha, good. Ez már egy kicsit motivál arra, hogy én, hát csak ér valamit, amit csinálok. Otthon soha nem hallottam. Akkor hallottam, amikor már itt leadtam az utolsó nap az egyenruhámat, és akkor hú, te jó munkás vagy. 8 évig nem hallottam. Buli van-e? Na? Ilyet, hogy nem hallottál? Abszolút vannak az utcán a táplomban. Tehát amit bent énekelnek, azt kint hallod? Igen. Itt van, nem lesz, hogy tűnik az egyik hangszóró. Uh-huh. Hallott ő is. Délutáni, 6 órás is. Igen? Nem minden vasárnap. Most nem tudom, lehet, hogy valami mindnek fog, vagy nem tudom. Hát, katolikusoknál minden héten van el a pármilyen. Én tudom, mert abban nőttem fel. Tehát ez... A szép is a szerintem. Persze. Igen, ha már valami vallásunk, akkor azt ismerjük. Meg itt tartják, tényleg itt... Igen. Szép. Nagyon sokan járnak templomba. Otthon már kevesebben. Igen. Inkább az idősebbek. Aztán... Hát a fiatalok elmentek ebbe a
nyugat-majmolási irányból, tehát ami biztos, hogy nem a hagyomány tisztelet, tehát az inkább a háttérről. Az nagyon háttérről. Hát így van, sajnos. Do you remember this sewing machine we are buying here? Yes. And we want to sell now. You want to sell it? Yes, yes. All right. Because we are going from Malta. You're going? Yes. All right. Yes, sir. You have to bring it here. Okay. That's it? Yes. How much? How much you want it? I want cash, no problem. No, I don't give it to you. I don't mean give it to you, you know? You have to put it here. And I give it to you. If I said it. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Azért elég sok mindent el kell intézni. Vigyázzon. Lássuk, mi van. Értsd csak, ez itt. Szedd össze egy helyre, vagy egy dobozba rak bele. De lássuk, hogy hazabírjuk, mi jól van. Oké? A macikat, nem tudom, pónik, meg ilyenek. Oké? Vagy azt se bánom, hozok neked egy zsákot. Yes. Egy nagy nájlont, jó? És abba belepakolod őket. Jó? Mindent? Nem, csak a macikat, nem tudom, nyuszik, nem tudom. Nősöket? Igen, azokat. Jó. Mondom, tele lett a pohár, kicsódult, kész, vége. Ennyi. Úgy érezzük, hogy ez nem.
ez itt nekünk ez nem megy. De ahogy közeledik a dátum, az időpont, hogy főszállunk a gépre, úgy érzem, hogy kudarcot vallok meg. Nem tudom. Egy hét ezelőtt még nem. Azt mondtam, fú, de jó, megyek haza. Nagyon jó minden. Nehéz. Nem éreztük otthonunknak az országot olyannak, amiben szeretnénk élni, de úgy próbáltuk bealkulni, elfogadni. Tényleg próbáltuk az utolsó pillanatig úgy berendezni az életünket, hogy jó, itt fogjuk leélni az életünket. De tényleg egyszer csak jött ez a pillanat, amikor már minden, ilyen kis apróságok, amikor már úgy halmozódtak, és akkor tényleg úgy kicsordult a pohár. Nem is tudtam, jó döntöttünk-e, maradjunk-e, de jó döntése ez az egész. Nem. Jó.
And it's present nothing, trust, look. Look. If she's not good. Thank you.